Köszöntöm nézőink, kettőnök a Pannon Televízió híradóját látják. Slajhó Zénó vagyok, főbb témáim néhány mondatban. Nem jelent meg saját perén a pécsi polgármester, elhalasztották a tárgyalást. A sertés és a baromfi húsra is kihat, a takarmány árak miatt lesz drágább a hús. Száműzni a lázfóbiát a pécsi orvos, applikációval segít elkerülni a gyógyszerszedést. Nagybőti adománygyűjtés, a katolikus Caritas várja a felajánlásokat Pécsen. Nem jött el a szerdai tárgyalási napra Pécs polgármestere. Péter Fiatéla indította a pert, mert szerinte a Civilek a Mecsekért mozgalom szóvivője hamisan vádolta őt a mecseki fák eltüzelésével, amikor még a pécsi hőerőművet vezette. Szerdán kiderült, most már becsületsértésért is elégtételt kér. Azonban az 500 ezer forintos kártérítésről lemondott. A szóvivő szerint azért, mert rájött, hogy ez jogilag nem megalapozott. Egyedül ült a pécsi törvényszéken Péter Fiatéla ügyvédje szerdán. A pécsi polgármester nem jött el annak a személyiségi jogi pernek a tárgyalására, amit ő indította a Civilek a Mecsekért mozgalom szóvivője Vice Csilla ellen. Az alperes ügyvédje szerint, ha nem lehet meghallgatni a polgármestert, akkor sérül az eljárásrend az ügyben. Ha elzár a bizonyítástól, az bizony azt jelenti, hogy megfordul a bizonyítási teher, és ebbe a perbe nem lényegtelen, hogy kinek mit kell bizonyítani. Ezért kérte a tárgyalás halasztását a védő. Véleménye szerint Péter Fiatéla meghallgatásával kell kezdeni, ami a múltkori tárgyaláson félbeszakadt, nem tudták kérdéseiket feltenni. Csak ezután hallgathatják meg Vice Csillát. A polgármester védője is a halasztás mellett állt ki. A bíró kérdésére azt mondta, egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni a városvezető a szerdai tárgyalási napra. A per így áprilisban folytatódhat, döntött a bíró. A polgármester kiegészítette keresetét, most már becsületsértéssel is vádolja a szóvivőt. Sólyom László 2008. júniusában, amikor itt járt, megmondta, hogy a pécsi hőerőműben történő biomassa program nem más, mint fatüzelés, aminek következménye erdőirtás. Érthetetlen, hogy miért nem a környezetvédelemről híres köztársasági elnököt támadta ekkor. Én sem mondok mást, sem többet, nem sértette meg jobban a személyiségét. Sem a jó hírnevét, sem a becsületét. Péter Fiatilla visszavonta anyagi igényeit az ügyben, ezt ügyvédje jelentette be szerdán. Rájött felperes, hogy ez az 500 000 forint személyiségvédelmi sérelemdíjnek nincs meg a jogalapja. Ebből visszatáncolt, erre vonalatkozó keresetétől elállt, és a Halmos Péter úriemberként járt el, ügyvédként semmiféle ügyvédi munkadíj igényt nem jelentett be. Mint ismert, Vice Csilla azt mondta korábban a sajtóban, hogy több éves hőerőműves vezetése alatt jelentős mennyiségű, mint egy 3 millió köbméter fát tüzeltek el a pécsi erőműben. Ez pedig tájsebeket okozott a mecsekben, illetve szükségtelen erdőírtást. Ezt vitatja a már polgármester Péter Fiatilla és perli a szóvivőt. 4211 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 439.900 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 136, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15.324 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 326.215 fő, olvasható a koronavírus.gov.hu oldalán. Jelenleg 6367 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 622-en vannak lélegeztetőgépen. Baranya megyében az igazoltan fertőzöttek száma a járvány kezdete óta átlépte a 14 ezret, immáron 14.849 megbetegedést regisztráltak. Most újabb 92 fővel nőtt a fertőzöttek száma megyénkben. Egyre drágább lesz a hús, ami a sertés és a baromfi termékeknél is érezhető lesz. Az emelkedés oka a takarmányárak hatalmas növekedése, emiatt pedig muszáj a piaci árakon is emelni. A drágulás néhány hét múlva már érezhető lesz az üzletekben, azonban ennek mértékét még nem tudják a szakemberek.
Ennél a húspultnál még 1200-1300 forintért vásárolhatunk csirkemellfilét, ennél a termelőnél pedig akár 3000 forintba is kerülhet egy szál kolbász az egyik pécsi piacon. Hamarosan még drágább lesz a hús, várhatóan tavaszra már a vásárlók is érezhetik az emelkedést, bár a szakemberek még nem tudják megmondani ennek mértékét. Az élő disznóára is, ugye, és azt kell követni a húsáraknak is. Takarmánynak. Hát ahhoz, hogy kijöjjünk ugye rendesen, sajnos a húson is kell emelnünk. Ez mekkora árkülönbséget jelent? Hát most jelenleg még azt mondom, hogy egy 2-300 forint kilónként, de hát meglátjuk, hogy még mit hoz a holnap. Horváth Károlyné azt mondja, az biztos, hogy a takarmány és az állattartáshoz szükséges eszközök árainak emelkedése okozza a drágulást. Ez a sertés és a baromfi húsok tekintetében is látványos, heteken belül már a boltokban is tapasztalható lesz az árnövekedés. Ennek a dombóvári húsboltnak a vezetője azt mondja, a beszállítók információi alapján várhatóan 10%-kal emelkednek majd a húsárak. Ide saját hazai beszállítóik hozzák naponta a friss árut, így nincs minőségi probléma, és ez a forgalmon is meglátszik. Az üzlet vezetőjének megítélése szerint a nagy bevásárlóközpontok kínálata jelentősen befolyásolja a fogyasztást. Azt veszük észre, hogy az embereket inkább betelelik a multikba, a multik pedig ezt kihasználják a nyomott áron való árusítás miatt. Magyar gazdaság, aki tehát ide termelődik, az egy kicsit szenved ez miatt. Az üzletvezetője azt mondja, a vírusjárvány érezhetően visszaszorította a forgalmat, ami nem is elsősorban a tőkehúst érinti, sokkal inkább a feldolgozott termékeket, mivel a digitális oktatás miatt a szülők kevésbé vásárolnak ezekben a kisboltokban. Újabb pécsi óvodákban bukkant fel a koronavírus. Az egyes fertőzések miatt 4 intézmény, összesen 4 csoportjából 62 kisgyermek és a fertőzöttekkel együtt 10 dolgozó került karanténba, közölte az önkormányzat. A Móricz Zsigmond téri tagóvodában 20, a kertvárosi Anikó utcai óvodában 14 kisgyermek és 3 dolgozó került karanténba. A budai Nagy Antal utcai óvodából 17 gyermek, a Radnóti utcaiból 11 gyermek került karanténba. Több évtizedes beidegződés, hogy láz esetén rögtön gyógyszert vesznek be az emberek, sőt a gyerekeknek is ezt adják, így sokszor fölöslegesen terhelik meg a szervezetüket vegyi anyagokkal. Pedig a láz egy olyan védekező mechanizmus, ami az evolúció során kialakult és összekapcsolódik az immunrendszerünkkel, mondja a Pécsen tanító orvos, aki applikációval segíti a szülőket, hogy ne rögtön a lázcsillapítás eszközéhez nyúljanak betegség esetén. Lázbarát, ez annak a telefonos applikációnak a neve, amit ez az animációs kisfilm mutat be a használóknak. Az alkalmazás a szülőknek akar segíteni abban, hogy el tudják dönteni, mikor van súlyos állapotban a lázas gyermek. Ehhez meg kell figyelniük az állapotát és beírni a látottakat az alkalmazásba. Milyen a bőre színe, mikor ivott utoljára, hány napja van láza, van-e kiütése, stb. Tehát kb. Ilyen 40 paramétert kérdez le az applikáció, és ezt viszi be a szülő az applikációba. A közben ő is közelebb kerül az állapothoz, és nem csak abban van, hogy félek tőle, el akarom nyomni. És akkor kap ebből egy besorolást, hogy ez az állapot, amiben a láz csak egyetlen egy tünet, az összes többi tünettel együtt milyen biztonsággal lehet következtetni arra, alacsony kockázatú állapot, vagy egy közepes kockázatú, vagy egy nagyon magas kockázatú állapot. Nem mindegy, hogy a szájban, a hónajban mérnek lázat, és milyen hőmérővel. Az sem mindegy, hogy hány napja lázas a gyerek, hogy hány éves, mekkora súlya, milyen magas a légzés és pulzus száma. Ezekre mind figyelemmel van az alkalmazás. Szőke doktor azt mondja, félünk a láztól, amit lázfóbiának neveznek már 50 éve. Pedig ez a folyamat az evolúció során alakult ki, és a védelmi feladatot szolgál a tudományos ismereteink szerint. A láz hasznos biológiai szerepet tölt be. Védekező mechanizmusunk, ami a 600 millió éves evolúció során nagyon jól kialakult, stabil, kiszelektálódott, és össze van szorosan kapcsolva az immunrendszerrel. A tudásunk és az evidencia, hogy ez hasznos és nem veszélyes, és a gyakorlat, hogy mégis elnyomjuk, ez egyre nagyobb tátongó űrt nyitott.
Ma az a jellemző, hogy láz esetén rögtön gyógyszert vesznek be az emberek. Épp hőközpont esetében körülbelül 41,5-41,7 fok a határ. Szervezetünk ekkor feedback folyamatokkal magától visszafordítja a láz emelkedését, és le is csillapodik, mondja az orvos. Csak 3-4 olyan állapot van, amikor szükséges a lázcsillapítás. Ilyen, amikor az idegrendszerben megsérül a hőközpont, néhány olyan szívbetegség, amikor szükséges alacsonyan tartani a hőmérsékletet. Néha előállhat olyan állapot is, amikor a szervezet energetikai háztartása, az anyagcsere, a keringés nem bírja azt a plusz munkát, ami magas, hosszantartó lázzal jár. A Lázbarát applikáció ingyenes, már több mint 1000-en letöltötték. Szombaton és vasárnap 74.000, 18 és 60 év közötti krónikus beteget terveznek beoltani a kórházi oltópontokon az AstraZeneca oltóanyagával. Az érintettek csütörtökön SMS-ben kapják meg az oltópont helyét és az oltás idejét, mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján. Müller Cecília hozzátette, most, hogy nagyobb mennyiségű oltóanyaggal rendelkeznek, meg tudják valósítani ezt a kampányszerű oltást, hogy minél gyorsabban kialakuljon a járványügyi számok tükrében nagyon fontos egyéni védelem. Az országos tisztifőorvos azt kérte azoktól, akik megkapják az SMS-t, pontosan és felkészülten érkezzenek. Hozzák magukkal személyazonosító irataikat, tajkártyájukat a koronavírus.gov.hu oldalról le és kitöltött beleegyező nyilatkozatot. Emellett javasolta, hogy az érintettek praktikusan öltözködjenek, legyen náluk víz, a cukorbetegeknél ennivaló. A Magyar Katolikus Caritas éppen 30 évvel ezelőtt alakult újjá. A segélyszervezet idén is meghirdette nagybőjti tartós szeretet elnevezésű adománygyűjtését. Baranya és Tolna megyét a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Caritas látja el, amely húsvét előtt több száz családnak tud segíteni minden évben. Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagybőjten is, és a lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerre járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetjük a jövő heti vasárnap szentiséken és az azt követő hétköznapokon március 7-től 14-ig. A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevelét olvasták fel hétvégén országszerte, mely a Caritas tartós szeretet elnevezésű segélyakciójára hívja fel a figyelmet. Korábban csaknem 11.000 kg tartós élelmiszer gyűjtött össze a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Caritas húsvét előtt Baranya és Tolna megyében, ezzel több száz családnak tudtak segíteni. Tavaly azonban a vírus elleni védekezés és a templomok bezárása miatt ezt az akciót csak részben tudták megvalósítani. Alapvetően olyan tartós élelmiszereket várunk, aminek nyilván a lejárati határideje még megfelelő minőségű, hiszen nem tudjuk kicsomagolni, átcsomagolni őket, ugye a vírus járványhelyzet miatt nem is nagyon lehet, illetve hát nem is lehet ezeket megoldani, ezért olyanokat várunk mindenképpen, aminek még a lejárati ideje megfelelő, és minden olyan tartós élelmiszer, ami egy család háztartás életében szükséges és fontos, az mind-mind jó, legyen az liszt, cukor, étolaj, konzervek, mindenféle tartós dolog, tartós te is, egyéb ilyen tészta, ilyen dolgok. A munkát önkéntesek és az egyházmegyei Caritas csoportok segítik. A hittudományi főiskolán tanulok, és már bár igazából korábban kezdődött ez az egész, már a gimnázium végén. Hát egyszerű oka van ennek, hogy szeretek segíteni másokon, és szeretnék bíztatni mindenkit arra, hogy jobb adni, mint kapni. Az adományokból a Caritas önkéntesei állítják össze az élelmiszercsomagokat, melyeket még húsvét előtt eljuttatnak a rászoruló családoknak. Bőgő temetést játszottak tavaly ilyenkor a tanulók. Ennek az időszaknak a hagyományaival, népszokásaival ismerkedhettek meg. Élményközpontú foglalkozás keretében az óvodás és iskolás csoportok a Janus Pannonius Múzeum néprajzi osztályán. Az idei korlátozások miatt azonban ezeket a foglalkozásokat sem lehet megtartani. A húsvétvárás a keresztény hagyományban és a néphagyományban is fontos időszak. A hangos és vidám farsangot csendesebb bőjti időszak követi. A 40 napos bőjt a 4. századtól fokozatosan alakult ki. A 7. század elején vált szokássá, majd 1091-ben második Orbán pápa törvénybe is iktatta.
Hát ugye ilyenkor az emberek azt mondják, fogalom, a férfiak, nem borotválkozom, nem iszok alkoholt, nem nyiratkozok, nem dohányzom. És nagyon érdekes, van a fogalom, hogy az együtthálás. Ennek van egy nagyon szép mondata, vagy egy idézet, ugye asszony ágy nélkül. Tehát valójában ilyenkor nincs a házas életnek semmi megnyilvánulása. És a másik ugye a böjti időszak az, amikor azt mondják, hogy az emberek egymásnak megbocsájtanak. Tehát nem mondunk rosszat másról, nem pletykálunk. Úgy mond, hogy megkérjük, ha már megsértettünk valakit, akkor ilyenkor elnézést kérünk, úgymond, bocsánatot kérünk tőle. A március hónap is üzemanyagár emelkedést hoz a hazai kutakon. A héten szerdán a benzin átlagára további 6 forinttal emelkedik, gázolajat pedig bruttó 2 forinttal magasabb áron tankolhatunk a hét közepén. A 95-ös benzint így átlagosan 419, míg a gázolaj literjét 429 forintért tankolhatjuk a hazai töltőállomásokon. Egyre kevesebb kúton tankolhatunk már 400 forint alatti literenkénti áron. A régió híreivel folytatjuk. A héten kezd el működni a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban kialakított koronavírus oltópont. A helyszínen a Tolnai megyeszékhely polgármestere az oltást bonyolító orvosokkal tartott közös sajtótájékoztatót. Ács Rezső azt mondta, egyelőre 3 teremben zajlik majd a vakcinálás, amit 6 orvos 2 műszakban fog végezni. A megyei jogú város vezetője és az orvosok arra kérik a regisztráltakat, hogy pontosan az előre leegyeztetett időpontban érkezzenek a helyszínre, mert csak így teljesíthető a terv, ami szerint, ha beindul a tömeges oltás, a kulturális központban naponta több száz fő kaphatja meg a vakcinát. Itt fog ülni a beteg, itt az orvos. Személyesen tekintette meg Szekszárd polgármestere és alpolgármestere azt a 3 oltópontot, amit a helyi Babits Mihály Kulturális Központban alakítanak ki. A helyiségekben szerdán kezdik a házi orvosok oltani azokat, akik előzetesen regisztráltak. A bejárás előtt egy emelettel lejjebb sajtótájékoztató keretében számoltak be a megyei jogú város vezetői és a vakcinálásban résztvevő orvosok, valamint szakemberek arról, miként zajlanak majd az oltások. Az ide érkező regisztráltak előbb egy gyors kikérdezésen esnek át, ebben a folyamatban a helyi egészségügyi gondnokság és a kulturális központ munkatársai segítik őket. Ezt követően kaphatják meg a vakcinát, majd egy itteni pihenőben kell fél órát várakozni, megfigyelés céljából. Az épületet a megyei jogú város polgármestere ajánlotta fel az orvosoknak. Ács Rezső, Szekszárd első embere azt mondja, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vakcinálás minél gyorsabban és hatékonyabban történjen. Reményeink szerint sokkal gyorsabb lesz, mint a szoros rendelőkben zajló munkafolyamatok, hiszen csak az oltásra kell koncentrálni, minden lehetőséget, szakembereket, segítséget rendelkezésre bocsátottunk ahhoz, hogy ehhez a folyamathoz mindenben hozzájáruljunk. Az oltásban résztvevők mindenkit arra kérnek, hogy pontosan az előzetesen telefonon leegyeztetett időpontra érkezzen a helyszínre, így elkerülhető a torlódás. Minél többen regisztráljanak, hogy oltassanak, vagy oltassanak, és akit behívunk, ő pedig a határidőre, időpontra pontosan jöjjön, hogy minél gördülőkényben tudjuk az oltást végrehajtani. A tervek szerint a most kialakított 3 helyiségben naponta több mint 300 embert is védetté tudnak tenni a koronavírussal szemben, de ha szükséges, 2 teremmel még bővíthető az oltópont. Újabb eleme készült el a Dombováron létrehozott Buzánszki Sportcentrumnak. A 40 millió forintos beruházás ad majd helyet a Tolna megyei szakképzési centrum által indított sportosztálynak és a városi bajnokságnak is. A tervek szerint öltözők és lelátó is épül a pálya mellé. Az előző városvezetés egy kicsit negatívan állt hozzá ahhoz, hogy itt egy ilyen pálya alakuljon. Az új vezetés azonban 10 millió forintot biztosított a létrehozásra, mely a sportcsarnokkal közösen lesz a létrejövő Buzánszki Sportközpont alapja. Nyilván ez a fejet nem zárult le, hiszen a konténeröltözők helyezése folyamatban van, illetve nagyon szeretnénk még a májusi megnyitóra egy 72 főhelyes mobillelátót is kialakítani. A legutóbbi önkormányzati ülésen született meg a határozat, hogy a sportközpont az aranycsapat dombovári illetőségű tagjának nevét viseli majd. A pálya a szerveződő sportosztály mellett a tömegsport igényeit is kiszolgálja. Nem a tornaórákra szeretnénk elsősorban használni ezt a pályát, hanem kifejezetten a fociosztálynak és a
a kispályás labdarúgó bajnokságokra használnánk. Az első gólnak várhatóan májusban örülhetnek majd a játékosok és a szurkolók. Az elmúlt években Szekszárd díszpolgári címét elnyerő személyek portréi kerülnek a megyei jogú város polgármesteri hivatalának falára. Az alkotásokat a Munkácsi díjas Baki Péter festőművész készítette, és kedden le is szállította azokat. A Tolnai megyeszékhelyen az 1990-es évek eleje óta hagyomány, hogy a város vezetése így tiszteleg azok előtt, akik jelentős mértékben öregbítették Szekszárd hírnevét. A most leszállított portrékat pakolja ki Baki Péter, Munkácsi díjas festőművész a szekszárdi polgármesteri hivatal közgyűlési termében. Az alkotó az 1990-es évek eleje óta készít festményeket a Tolnai megyeszékhely díszpolgárairól és a megyei jogú városban megválasztott évborászairól, akiknek automatikusan jár a díszpolgári cím. Én szeretek portrékat festeni. Jó dolog, én úgy érzem, hogy ez azért egy ilyen plusz megbecsülése a díszpolgároknak, úgyhogy mindenképpen szívem, lelkem beleadtam. Baki Péter most 7 portrét szállított le a szekszárdi polgármesteri hivatalnak. Az alkotások Baka István költőt, dr. Tóth Lajos ügyvédet, az 1956-os forradalom hősét, Bíró László tábori püspököt, Hadnagy Albertet, a szekszárdi levéltár egykori igazgatóját, Velencei Istvánt, a megyei jogú város tűzoltóságának korábbi parancsnokát, Dúzsi Tamást és Mészáros Párt borászokat örökítik meg. Ez egy nagyon-nagyon szép hagyomány, és ez méltó a városhoz, és így most már teljesen nyugalommal tölt el bennünket, hogy akik már elnyerték ezt a díjat, akkor kérem szépen egy reprezentált helyen a városi díszterembe foglal helyet a képük. A mostani szállítást követően a szekszárdi polgármesteri hivatal közgyűlési termének falán így valamennyi díszpolgár képe megtekinthető, akiket a rendszerváltástól kezdve egészen 2020-ig ismertek el a megyei jogú város kitüntető címével. Híradónk végén Baranyai témáink még egyszer. Nem jelent meg saját perén a pécsi polgármester, elhalasztották a tárgyalást. A sertés és a baromfi húsra is kihat, a takarmány árak miatt lesz drágább a hús. Száműzni a lázfóbiát a pécsi orvos, applikációval segít elkerülni a gyógyszerszedést. Nagybőti adománygyűjtés, a katolikus Caritas várja a felajánlásokat Pécsen. Csütörtökön a hajnali pára és kötfoltok feloszlását követően ismét sok napsütésre van kilátás, említésre méltó csapadék továbbra sem várható. Elsősorban északon, északkeleten támad fel a délnyugati szél. Délután 14-16 fokot mérhetünk. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!